Sziasztok, kedves nézőim! Felejtsétek el a mesékben és a tudományos fantasztikus filmekben bemutatott láthatatlanná tévő varázslatos sapkákat és köpenyeket, mert már napjainkban is létezik az a technológia, amely készen áll bárkit és bármit láthatatlanná tenni. Mi lenne, ha eltűnhetnénk a kíváncsiskodó szemek elől? Mi lenne, ha teljesen láthatatlanná tudnánk válni mások előtt? Hihetetlenül hangzik, de pontosan ezt a mértékű, korábban elképzelhetetlennek gondolt függetlenséget ígérik a láthatatlansági technológiák fejlesztői. Mai videónkban azokat a futurisztikus technológiákat fogom veletek ismertetni, amelyekkel bárki köddé válhat, akár már holnap. A londoni székhelyű Invisibility Shield nevű vállalat nemrégiben bemutatott egy különleges pajzsot, amely képes a használóját láthatatlanná tenni. Az Invisibility Shield 2 névre keresztelt eszköz főként átlátszó polikarbonátból készült, olyan speciális, vékony lencsékkel kiegészítve, amelynek funkciója a környező háttér fényeinek visszaverése és a láthatatlan hatás megvalósítása. Ha a pajzs tömeggyártásba kerül, akkor becslések szerint nagyjából 800 dolláros, azaz 285 ezer forintos áron lehet majd hozzájutni. A fejlesztők szerint az eszköz a katonai felhasználás mellett a vadon érő állatok megfigyelőinek is nagy hasznára válhat a jövőben. Az Invisibility Shield 2 az Invisibility Shield továbbfejlesztett változata. A második verzió nagyobb, könnyebb, erősebb, stabilabb és modernebb is, mint az elődje. A kettes számú pajzs ráadásul könnyebben is szállítható, mint a testvére. A pajzs gyakorlatilag egy ívelt, rendkívül magas minőségű, átlátszó polikarbonát lap, amelyet a hátoldalán egy függőleges keret tart össze. A pajzs felszínén egy sor vékony lencse található, amelyek mindegyike meghatározott helyzetben került rögzítésre. Amikor egy ember beáll a felület mögé, a lencsék a testéről visszaverődő fényt a pajzs teljes előső felületére vetítik át, majd szórják szét. Ennek eredményeként bárki, aki előről szemléli a pajzsot, csak szórt háttérfényt lát, amely tökéletesen beleillik a tényleges háttérbe. A gyakorlati alkalmazást tekintve, a cég beszámolója szerint a láthatatlanná tévő pajzsot már alkalmazták egy koreai párkereső műsor versenyzőinek elrejtésére, használták paintball ütközetek során, illetve illúziók keltésére is bevetették a különböző show műsorok színpadain. A pajzs emellett kiválóan alkalmas apró tárgyak elrejtésére is az irodaasztalon, de a vadvilág kutatói is előszeretettel használják a pajzsot megfigyelés közben. Egy kanadai cég kifejlesztett egy olyan forradalmian új anyagot, amely szintén képes láthatatlanná tenni az embereket. A tegnap sci-fi-e, ma már valóság. A vancouveri székhelyű Hyperstealth Biotechnology vállalat kifejlesztett és szabadalmaztatott egy új vékony anyagot, amely a cég munkatársai szerint kvantum láthatatlanságot hoz létre. A különleges anyag képes bizonyos tárgyakat szinte teljesen megkülönböztethetetlenné varázsolni más tárgyaktól. Az új anyag nem igényel sem külső erőforrást, sem folyamatos áramellátást a működéshez. Az új anyagból készült első mintákat várhatóan a katonák és a rendőrök is használni fogják hamarosan, ugyanis a kanadai vállalat fő profilja a terepszínű katonai egyenruhák tervezése és gyártása. A cég egyenruháit az Egyesült Államok, India, Jordánia, az Egyesült Arab Emírségek, Kanada, Új-Zéland és Szlovákia hadseregei használják. A láthatatlanná tévő ruha alapjait még 2010-ben fektették le a cégben, de a technológiát csak most mutatták be a nagy közönségnek. Korábban Nagy-Britannia és az Egyesült Államok hadseregei már jelezték érdeklődésüket a termék iránt. Guy Kramer, a Hyperstealth Biotechnology elnöke és a láthatatlanná tévő szövet feltalálója összesen 4 darab szabadalmi kérelmet nyújtott már be a technológiára. A kvantum láthatatlanság az az alapvető technológia, amely minden egyéb fejlesztés bázisa. A termék működése a nagy vonalakban a következő. A láthatatlanságot biztosító műanyag szétszórja a fénysugarakat, így az anyag mögötti térben, bizonyos távolságon belül minden beleolvad a környezetbe. Az új típusú műanyag nem csak a látható fényt, hanem az ultraibolya és infravörös fényeket is eltéríti. A legnagyobb lépést a láthatatlanná tévő köpenyek fejlesztésében talán a kínaiak érték el. A kínai közösségi médiában napvilágot látott bejegyzések szerint az első 1000 darab láthatatlanságot biztosító katonai egyenruha már meg is érkezett a kínai népi felszabadító hadsereghez. A láthatatlanná tevő köpeny koncepciója elsőre inkább varázslatnak, mint sem tudományosnak tűnik, de a kínai kutatók már régóta keményen dolgoznak rajta. Az ázsiai szakemberek folyamatosan olyan eszközök létrehozásán fáradoznak, amelyek vagy szétszórják, vagy elhajlítják a fényt, így a mögöttük lévő tárgyak és térelemek egyszerűen láthatatlanná válnak. Korábban metaanyagok felhasználásával próbálkoztak létrehozni ezeket az eszközöket. Ezek az anyagok olyan új tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek nem találhatók meg a természetben. A metaanyagokkal nem egyszerű bánni, ezért a kutatók inkább a molibdén-trioxid alkalmazása mellett döntöttek. Ez az anyag az egyedülálló tulajdonságainak köszönhetően kiváló platformja az energiaáramlás szabályozásának.
A szimulációs eredmények azt mutatták, hogy a hengerelt molibdén-trioxid lemezek tökéletesen képesek helyettesíteni a metaanyagokat, és már majdnem el tudták velük érni a 100%-os láthatatlansági szintet. Az utóbbi időben a láthatatlansági technológiák fejlesztése egyre nagyobb érdeklődést váltott ki a tudományos szakemberek körében szerte a világon. Yuri Keller beszámolója szerint a spanyolországi Extremadurai Egyetem kutatóinak egy csoportja a közelmúltban bemutatott egy új típusú elektromágneses tárgyátszázási technológiát. Jelenleg a láthatatlanság létrehozásának legnépszerűbb módszere az adott tárgy speciális anyaggal történő bevonása. A spanyol tudósok viszont azt javasolják, hogy az álcázni kívánt tárgyakhoz már a gyártás során hozzá kell adni azokat a speciális adalékanyagokat, amelyek később a kívánt hatás elérésért fognak felelni. A kutatók egy új technológiát, az úgynevezett plazmaálcázást alkalmazzák, amely nem csak a külső felületet teszi láthatatlanná, hanem a tárgy belső részeit is. Az elektromágneses láthatatlanság hatása a szerkezetek speciális, magas dielektromos és mágneses tulajdonságú anyagokkal való feltöltésével érhető el leginkább. Az új módszer lehetővé teszi az objektumok láthatatlanságának elérését, bármilyen fajta külső beavatkozás nélkül. Ezen túlmenően az adalékanyagok használatával a láthatatlanság lehetővé teszi a tárgyaknak, hogy interferencia nélkül léphessenek kölcsönhatásba a környezettel. Ez a technológia azonban jelenleg még csak kisméretű tárgyaknál alkalmazható. A tanulmány készítői úgy vélik, hogy a közeljövőben megvalósuló további fejlesztésekkel már a nagyobb szerkezetek esetén is bevethető lesz a technológia. Íme a tökéletes reklám egy terepszínű terméknek, amelyet kifejezetten sziklás környezetbe terveztek. Ugye milyen nehéz megtalálni ezt az álcázott katonát a kövek között? Valójában nem egy speciális és drága taktikai öltözet rejtette előtt, hanem egy könnyed pamutkendő. Ez az álcakendő nagyjából olyan, mint egy nagyobb méretű sál, amit gyorsan össze lehet hajtani és be lehet tenni egy kis táskába. A technológia forradalminak számít, és már most is nagy kereslet mutatkozik a termékre a hivatalos katonák körében. Kétségtelen, hogy egy hétköznapi embernek valószínűleg nem lesz szüksége erre a sárra, de a katonai mesterlövészek nagyra értékelnek bármit, ami láthatatlanná tudja őket tenni. Most egy kicsit meg fogtok lepődni, de nem azon, hogy ez a készülék terepszínűre van festve. A telepítés befejezése után minden világossá válik. Első pillantásra ez a dolog egy különleges fotózáshoz kellő kütyűnek tűnik. A termék egyébként meglehetősen olcsónak számít a versenytársaihoz képest. Azt hiszem, a szakértő szemek azonnal felismerték, hogy ez egy úgynevezett tükörmenedék. Az eszköz működési elve nagyon egyszerű. A fény visszaverő felületeknek köszönhetően az óvóhely minden fényt visszaver, így a rejtekhely gyakorlatilag teljesen összeolvad a tájjal. A vadászok így minden eddiginél jobb óvóhelyről várhatják a vadak érkezését. Természetesen ezekkel a típusú trükkökkel nem lehet becsapni az embereket, de kétségtelen, hogy a technológia remekül működik az állatoknál. Az elmúlt időszakban az ukrán feltalálók, főleg a hőkamerás FPV drónok elleni védelem legégetőbb problémáival foglalkoztak. A tehetséges fejlesztőknek sikerült megtervezniük egy láthatatlanná tévő köpenyt. A köpeny meglepően hatékony. A speciális poncsó, amely könnyen átalakítható akár sátorrá is, tökéletesen el tudja rejteni a katonákat az ellenség szem elől. A takaró legfontosabb előnye, hogy a használója az infravörös eszközök számára is láthatatlanná válik. Számos teszt elvégzése után nyilvánvalóvá vált, hogy kolosszális a különbség a hagyományos ruhát viselő és a láthatatlanná tévő köpenyt használó katonák között. A technológia még rossz időjárási körülmények között is kiváló védelmet nyújt. A poncsónak nem okoz gondot az eső és a hideg sem, és ahogy az ukrán hadseregben mondják, a tűzben nem ég meg, és a vízben sem fullad meg. Az Orosz Föderáció szintén bejelentette, hogy létrehoznak egy katonai láthatatlan ruházatot. A Hyderix nevű cég egyik fejlesztője szerint a ruhaanyaga nem szokványos kémiai összetételrel rendelkezik, 350 g-ot nyom és elfér a zsebünkben. A szövet maga rendkívül tartós, a felülete pedig vízlepergető. Az új fejlesztés az orosz sajtó szerint éjszaka és nappal is egyaránt képes láthatatlanná tenni a katonákat az optikai műszerek számára. A gyártó weboldala azt írja, hogy a technológia a környezeti hőmérséklet árnyékolásán és a védőfelület felszínéről történő fényvisszaverésen alapul. A jelentések szerint a felhasznált textilanyagok minden eddiginél jobban csökkentik a képalkotó rendszerek általi észlelés valószínűségét. Az új fejlesztés továbbá a berendezéseket és gépeket is képes álcázni, nem csak a katonákat. Íme egy igazi illúzió, amelyet a Mercedes-Benz vállalat alkotott. Amit most látunk, az nem egy lapos képernyő, hanem egy teljes értékű autó. Elképesztő, nem? Az autót az egyik oldalon LED szőnyeggel borították be, míg a másik oldalra kamerákat szereltek fel.
A kamerák továbbítják a képet a LED panelekre, aminek köszönhetően egy kaméleonná változik az autó. A technológia menet közben is kiválóan működik. A Mercedes-Benz a járművek láthatatlanná varázslásával a zéró káros anyag kibocsátású jármű palettáját kívánja népszerűsíteni. Hát nem zseniális ötlet? Az előbbiekben bemutatott futurisztikus technológiák csak a kezdetet jelentik. A jövőben, amikor jobban elérhetőbbé és még tökéletesebbé válnak majd a láthatatlan termékek, az életünk még inkább megváltozik. A láthatatlanságban rejlő felhasználási módok messze túlmutatnak a katonai és tudományos projekteken. Az orvostudománytól az építészetig, a magánélet védelmétől a művészet új formáinak létrehozásáig minden találmány eddig új távlatokat nyitott meg az emberiség előtt a történelemben. A láthatatlanná tévő készülékek, ruhák és egyéb megoldások sem fognak kismértékben hatni életünkre, ez biztos. Az új lehetőségek megjelenésével azonban új kérdéseket is fel kell tennünk magunknak. Hogyan fog megváltozni a társadalom, ha bárki elbújhat bárki elől? Hogyan tartható fenn az egyensúly a személyes szabadság és a közbiztonság között? Az egykor távolinak és elvontnak tűnő etikai dilemmák most már igenis valós problémákat jelentenek. Készek leszünk vajon egy olyan világra, ahol a láthatóság és a láthatatlanság határai elmosódnak? Ezekre a kérdésekre csak az idő adhatja meg a választ, de egy biztos. A láthatatlanság korszaka már elkezdődött, és közvetlenül kihat a mindennapi életünkre. Videónk itt véget ért. Lájkold, ha érdekes volt a videó, és ne felejts el kommenteket írni sem. Hamarosan új videóval érkezünk. Addig is, sziasztok!